Sziasztok, Barbara vagyok a Narcisz Coach, és folytatjuk a témát a borderline-osokkal, illetve a különbséggel, a Borderline és a narcisztikus között, hiszen nagyon sokan vannak, akiket megzavar ez a dolog, nem tudják eldönteni, hogy ők maguk borderline személyiségre utaló vonásokat mutatnak, vagy ilyen zavaruk van, vagy esetleg a narcisztikusak, de ugyanez jellemezheti a párjukat, partnerüket, hiszen nagyon gyakran egészen közel állnak ezek a tünetek egymáshoz. Ma is, hogy kibogozzuk ezek a dolognak a gordiusi csomóját szemeknél fogjuk segítségül hívni. Az ő videóját fogjátok gyakorlatilag magyar nyelven hallani, aki szeretné meg tudja ezt tenni eredetiben, angolul is, a Youtube csatornán, itt van neve jól leírve az új, leírva az ujjamnál, Szemvaknin videó csatornáját megtaláljátok, szinte naponta tölt föl újabb meg újabb fantasztikus tartalmakat. És legutóbb egy nemzetközi pszichiátriai konferenciáról érkezett haza, annak az előadásnak a témáját osztom most meg veletek, a leghíresebb könyvét, a Malignant Self love az Amazonon, de a honlapján is meg tudjátok rendelni. Ez a könyv egyébként Ja, nekem dedikált példányom van. Ez a könyv egyébként tartalmazza több száz előadásának, YouTube előadásának a kis videóját, tehát alig vannak az összegzését is, tehát meg tudjátok hallgatni. A mai topikunk tehát borderline vagy narcisztikus, vagy rejtett narcisztikus az illető. Én pedig barbara vagyok a náciszkócs, ezzel a témával kócsként foglalkozom, nem vagyok orvos, nem vagyok pszichológus és nem vagyok pszichiáter. Életvezetési tanácsadást csinálok, kócsként segítem ezeket a folyamatokat, tehát tudok segíteni azoknál az embereknél, ahol nincs súlyos betegség, súlyos probléma, nekik pszichiátriai vagy pszichológusi segítségre van szükségük. Én coachingot tartok, a reggeli órákban 60 percesek Skype formájában történnek, jó előre be kell jelentkezni, két-három héttel előre, Itt tudunk csak időpontot adni. Az irodapot lifechanger kukacgmail.com-on lehet jelentkezni, és Jöhettek egyénenként is, vagy párban is. Tanfolyamokat is tartok, főleg kódependencia, témakörben, tehát akik valaha is úgy gondolták, hogy ők valamilyen bántalmazó kapcsolat áldozatai, mert legalább 4-5-6 hónapig vagy évekig benne voltak ebben az extrém, akár se, velet, se nélküled, vagy valamilyen hasonló kapcsolatban, ők is tudnak jelentkezni, számukra legjobban a TKAK-t ajánlom, vagy az áttörést. A TKAK az egy vezetett képzés, ott vagyok minden alkalommal, hétről hétre, és én mondom el az előadást, a végén lehet kérdéseket feltenni. Az áttörés pedig egy teljesen autodidakta videó tréning, amit otthon tudsz elvégezni munkafüzetekkel, meditációval és videó tanításokkal. A cold terápiát az azoknak ajánlom, akik vagy magukban vélnek felfedezni narcisztikus vonásokat, vagy a párjukban, és szeretnének még a kapcsolaton dolgozni, vagy jobban megérteni magát, a narcizmust, itt főleg gyermekpszichológiával foglalkozunk, hogy hogy is jön létre a személyiség zavar, hogy alakul ki ez a család műhelyében, a gyermekkorunkban, és még számtalan egyéb tanfolyamon van a legújabb és a legjobban keresett ideillő téma egyébként a Borderline személyiség fogságában című új tanfolyamom, ami most először debütált Magyarországon, Amerikából hoztam ezt a képzést, 18. Modóra épül munkafüzetekkel dolgozhatnak önmagukon a borderline személyek, Természetesen, ha akut probléma van, ha súlyos tünetek vannak, ha öngyilkossági kísérlet, vagy ö, ilyen depresszió áll, főn, súlyos depresszió, akkor mindenképpen orvoshoz kell menni. Ez a képzés ezt nem tudja helyettesíteni, de mégis rengeteg embernek meg tudja változtatni az életét, és a párkapcsolatát, vagy az egyéb kapcsolatát is. Folytassuk tehát a prezentációt valamit szem. Jóvá hagyott, hiszen megengedte, hogy az ő képzéseit, az ő tanításait magyar nyelven tolmácsoljam nektek. Ez egy olyan sorozatnak egy része, ez a mai anyag, amely a rosszindulatú, fantázia alapú védekezési mechanizmusokat veszi gorcső alá. És kérlek, ha szeretnél még a témában videókat hallgatni, akkor most tedd meg, hogy a YouTube nézettség kedvér azért, hogy ezeket feldobja ezeket a, a videókat, ingyenes videókat a Youtube. tegyél tedd meg, hogy nyomsz egy lájkot, like és ha még nem iratkoztál volna fel, akkor iratkozz fel a csatornára is. Ez nagyon fontos nekem, és köszönöm, hogyha vannak pozitív hozzászólásaid, amiket megosztasz itt velünk, vagy saját tapasztalataid a témakörben, a videó komment szekcióban, ezeket megtalálod, ahogy a képzések leírását is, meg az e-mail címet is. Ez azért fontos, mert így másokat is inspirálsz, másoknak is tud segíteni. Tehát azt fogjuk megtárgyalni ma, hogy hogyan lehet különbséget tenni a borderline személyiség zavar és a rejtett narcizmus között. A borderline személyiség zavart ugyanis gyakran félre diagnosztizálják, és rejtett narcizmusnak vélik. Amúgy ez fordítva is igaz. Mert nem mindegy, hogy ki milyen helyzetben kerül szakember elé ez sarkalta arra szembe, mint hogy leírja a két rendellenesség közötti legfontosabb különbségeket. Én pedig még annyit tennék hozzá magánéletemből, hogy köszönöm a rengeteg pozitív üzenetet, az imát a kisfiamért, jelenleg külföldön van, december első egy vagy két hetében fognak megtörténni a teljes onkológiai kivizsgálások, tumormarker, CT, MR, stb. És egyelőre több tárgyalás is folyik a műtétjét, illetően sajnos eddig még nem kaptunk annyira bíztató híreket, amire számítottunk volna, tehát akiben nagyon bíztunk, ő nem vállalta el a műtétjét, túl kockázatosnak találta. Most az első és legfontosabb dolog, hogy onkológiai szempontból mindent rendbe találjanak, mert ez egy csontrák volt sajnos, amivel mi küzdünk, és annak a következményeivel, de biztos vagyok benne, hogy minden rendben lesz, és utána lépünk tovább, és keressük a megoldást. Ennyit csak rólunk. Köszönöm az anyagi támogatásokat azoknak, akik egy Akár adományt utaltak, szintén megtalálható ugye a videó leírás legvégén. Ez a számlaszám, vagy a PayPal elérhetőség, és azoknak is köszönöm, akik emiatt támogatásképpen fizettek be valakit, vagy önmagukat a képzésekre hiszen reményeim szerint jó helyre kerül, néhány héten belül újra tudok találkozni vele, hiszen kiutazok hozzá külföldre, hogy a következő onkológiai vizsgálatokban mellette legyen. Szóval a borderline-al diagnosztizált emberek csekély százaléka, tehát egy kisebb százaléka jól funkcionáló, magasan funkcionáló, Magam is ide sorolom egyébként, ha visszamenőleg kellene diagnosztizálni önmagam, simán adtam volna magamnak, bár ilyet soha nem kaptam ilyen diagnózist, de ismerve így saját magamat, simán adtam volna magamnak egy jól funkcionáló borderline diagnózist. Tehát a borderline diagnosztizált emberek egy kis százaléka, Jól funkcionál, jól szervezett, olyanok, akik hibátlanul és tökéletesen teljesítenek az életük különböző területein, például az interpersonális kapcsolataikban, vagy a munkahelyükön, vagy az egyházukban, ők lehetnek például az egyház közösségük oszlopai. A magasan funkcionáló borderline ugye tudjátok, hogy narcisztikusoknál is van magasan funkcionáló csoport, a magasan funkcionáló borderline sikerül ugyanis szabályozni az érzelmeiket. Kontroll alatt tudják tartani a labilis hangulatukat, kivéve amikor összeomlás áll fönt. Tehát legalábbis egy bizonyos időre, bizonyos időszakokban például néhány napra, hétre, ritka esetben akár ezt éveken át is meg tudják tenni. Ezek az emberek tehát nem mutatják az érzelmi szabályozatlanság, a dizreguláció jeleit. Nincsenek hangulat, iggadozásaik. Nincs meg náluk az egyszer fent, egyszer lent, Éppen ezért nagyon nehéz megmondani ezekről az emberekről, hogy ők borderline -ak ha csak felületesen figyeled meg őket, mondjuk egy terápia során, hiszen ott nem élsz vele 24 órában, főleg, hogyha az egy ambuláns terápia, és nem is bent fekvő, de a bent fekvés előtt se tartózkodik vele valaki 24 órában, tehát egy terápia során elég felületesen tudjuk megfigyelni az illetőt, és ha így figyeled meg, akkor nem látsz semmiféle tünetet, nem tudod megmondani, hogy ezek az emberek borderline-ok, -ok, vagy csak érzelmi, diszregulációs rendellenességeik vannak. Az egyetemen is azt mondják, hogy a borderline személyiség zavara poszttrauma egyik fajtája. A komplex, trauma egyik fajtája, de még ezek az iskolák sem mondják meg, hogy akkor mégis mi alapján lehet különbséget tenni a diagnózist illetően. Hogyan mondhatják meg a borderline személyiség zavarról, vagy valami, hogy éppen borderline személyiség zavarról, vagy valamilyen más személyiség zavarról van szó, vagy csak éppen a borderline személyiség zavar álarcáról beszélhetünk, ami egy rejtett narcizmus mögé bújhat. Az ember első benyomása az, mondja szemveknél, hogy ezek a magasan funkcionáló borderline -ok grandiózus, rejtett, narcisztikusok. És tőlem is milyen sokan kérdezitek ezt, hogy vajon nem vagyok-e narcisztikus? Tényleg borderline vagyok? Már hogy amikor magáról teszi föl valaki ezt a kérdést. A borderline -ok ugyanis szintén ugyanolyan grandiózusok lehetnek, mint a narcisztikusok, vagy a pszichopaták. A pszichopatákat hívtuk régen pszichopatáknak, most antiszociális személyiségzavarnak titulálják, de a régi kifejezést jobban értitek. A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a borderline-ok -ok valójában másodlagos pszichopaták. Erről már több videót készítettem. A grandiózitás pedig egy közös pont, ugye a B-klaszteres személyiségzavarok esetében, a B-csoportbeli személyiségzavaroknál, ahova tartozik a borderline, a narcisztikus, a pszichopata, vagy antiszociális és a histrionikus személyiségzavar. És hogy ez a közös pont, a grandiózitás, ezeknél a személyiségzavaroknál. Ha tehát kivesszük az érzelmi szabályozatlanságot a képből, ha eltekintünk a hangulat ingadozástól, akkor mi is marad nekünk? Hát a grandiozitás. Ha a diagnoszta csak a páciens grandiozitását látja, akkor gyakorlatilag fel lehet menteni őt, ha félrediagnosztizálja a páciens, és azt mondja, hogy ez az illető, ez rejtett, vagy nyílt narcisztikus. Egyébként most jut eszembe, hogy nagyon sokan akik hallgatják a videóimat és a párjukat diagnosztizálják, azok is bele tudnak csúszni ebbe a hibába, bár ugyan ők nem felületesen ismerik, de hát ők meg nem szakemberek. Úgyhogy figyeljetek ennél az esetnél is, mert hát ha most letisztul, kitisztul ez a kép. Mivel ez a diagnoszta sem lát mást, mint a jéghegy csúcsát, amely nem más, mint a grandiózusság, így könnyen félrecsúszhat a diagnózisa. Hadd mondjam el röviden, hogy mi is a rejtett narcizmus. Hivatalosan, de külön is találtok erről videómat, hogyha beírjátok. A rejtett vagy shy, félénk, szerény, törékeny, vagy sebezhető, vagy vékony bőrű, annyi félét lehet olvasni erről a kategóriáról, ez ugyanaz, tehát ha én rejtett narcizmusnak fogom hívni, ezt a fajta narcizmust először 1989-ben Aktár majd Cooper írta le. Ők javasolták ezt diagnózisra. Néhány évvel később Sam Veknin is hozzátett a diagnózishoz, azzal, hogy ő pedig azt javasolta, hogy legyenek ennek altipusai, úgy mint az invert vagy fordított narcisztikus, vagy a kódependens narcisztikus. Bármelyikről is legyen szó, a rejtett narcisztikusok valójában teljesen kifejlett narcisztikusok, csak éppenséggel képtelenek arra, hogy a narcisztikus forrást folyamatosan és önállóan megszerezzék maguknak. Nem tudják magukra irányítani a folytonos figyelmet, mivel kissé introvertáltak és félénkek. Sokkal inkább törékenyek és kompenzálóbbak, mint a nyílt narcisztikus. Ők nem mernek csak úgy kimenni a nagyvilágba, és vadászó, gyűjtögető életmódot folytatva áldozatokat becserkészni, és célpontokra lőni, és megszerezni a narcisztikus forrást, mivel ők nem akarnokok, nem cselekvők, nem ördögiek, nem könnyelműek. Ők inkább a sarokban csücsülők, ott tücsörögnek, miközben irigykednek ezért nagyon fontos, kritérium ennél a rejtett narcizmusnál, neheztelnek, irigykednek, és úgy érzik, hogy a világ ellenük van, hogy őket diszkriminálják, és igazságtalanul bánnak velük, nagyon gyakran passzív agresszívvé is válnak, és passzív agresszív módszereket használnak. Tehát ez a rejtett, vagy törékeny, vagy félénk, vagy sebezhető, narcisztikus, mostantól kezdve csak a rejtett, narcisztikus kifejezést fogom használni, szóval ők teljesen eltérnek a borderline-tól. Semmi, de semmi közös nincs bennük, csak, csak az előbb említett grandiózusság. Ennek a, a helyzetnek, ennek a szituációnak a megkülönböztető diagnózisát adom-mostát szemvetnének köszönhetően. Ime ezek alapján tehetünk tehát különbséget a kettő között. A rejtett narcisztikusoknál sosem jelennek meg az öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok. Ők sosem próbálnak meg öngyilkosok lenni. A rejtett narcisztikusok externalizálják, kifelé adják magukból az agressziót. Ebből a szempontból ugyanolyanok, mint a nyílt narcisztikusok vagy az antiszociálisok, azaz a pszichopaták. A rejtett narcisztikusok tipikusan negatívak, passzív-agresszívek. A borderline -ok viszont hajlamosak arra, hogy magukra irányítva, nem kifelé, hanem befelé éljék ki az agresszivitásukat. Acting out-olnak, amikor az agressziót magára irányítja valaki amikor dekompenzál, akkor lerombolja a borderline énje védelmét. Amikor leengedték a kapukat, oké, okay, akkor jön elő a pszichopata én állapotuk, amit ismertek, hogyha borderline-os személlyel volt dolgotok. Ilyenkor a borderline technikailag vagy klinikai értelemben pszichopatává válik, aki kifelé éli ki az agresszióját, dolgokat tör össze, megcsal, Vakmerően viselkedik, vásárol, ugye nem kicsit, szerencsejátékot űz, szerhatása alatt vezet, alkoholizál, stb. Megismétlem tehát, a borderline agressziója először befelé irányul, amely miatt depresszív állapotba kerül. Ilyenkor leengedi a védelmi kapukat. Ekkor kapcsol át, switch, ekkor kapcsol át, pszichopata én állapotba. Másodlagos pszichopata én állapotba, oké? Okay? Az agresszióját ekkor viszont már kifelé irányítja, előtte befelé, innentől kifelé. Jó, tehát verbálisan is, a viselkedésében is, a vakmerőségében, veszélyt nem érezve, stb. A rejtett narcisztikus viszont mindig, mindig kifelé irányítja az agresszióját. Náluk egyáltalán nincs jelen az agresszió befelé irányítása. A szakirodalom is azt írja, hogy a hangulat zavar, amely a befelé irányuló agresszió egyik fajtája nagyon ritka a rejtett narcisztikusok körében. A második fő különbség hogy a rejtett narcisztikusokra nem jellemző a szeparációs bizonytalanság, az elszakadási, elválási bizonytalanság, amelynek a másik neve az elhagyatástól való félelem, vagy szeparációs szorongás, amit nagyon jól ismertek a borderline pácienseknél. Bennük ez nincs meg. Ők nem szoronganak attól, hogy elhagyja vagy elutasítja őket a partnerük. Nagyon érzékenyek azonban a megalázásra. Nagyon nem szeretik, sőt, hiperéberen igyekeznek elkerülni a szégyent, az inzultusokat, illetve azt, hogy kinevessék, kigúnyolják őket. De ez nem egyelő a szeparációs szorongással. A szeparációs szorongás lényege, hogy az egyén attól fél, hogy elhagyja, elutasítja, megcsalja őt a partnere. Az elhagyatási szorongás, vagy klinikai szakkifejezéssel élve a szeparációs bizonytalanság, sokkal inkább tehát a borderline-okra jellemző, leginkább rájuk jellemző, még az összes rendellenességgel való összevetés tekintetében is. Tulajdonképpen ez a borderline egyik fő jellemzője, ez az egyik fő diagnosztikai kritériuma. A rejtett narcisztikusnál ilyet azonban nem látni. Rájuk a tárgy állandósága jellemző. Más szóval, még akkor is, amikor a rejtett narcisztikus életében lévő emberek nincsenek jelen fizikálisan, neki akkor is megvan a maga belső képe, a belső reprezentációja ezekről az emberekről. A borderline viszont nincs. Rá a tárgyi következetlenség jellemző, ugye a pszichológiában a tárgy a szemét jelent. Képtelen arra, hogy olyan stabil reprezentációt, stabil képet, stabil belső tárgyat, belső szemét tartson fent, amely megfelel a külső tárgynak, a külső személynek, azaz az életében jelenlévő embereknek. Amikor tehát ezek az emberek nincsenek a látókörében, akkor a borderline elveszíti a fejét. Rendkívül nagy szorongást generál. Tényleg iszonyatosan nagy szorongást generál ez a borderline-os egyénben, és erről ő nem tehet. Szinte ugyanúgy reagálnak, mint a csecsemők vagy a kisgyerekek, amikor nincs jelen az édesanyjuk, és ebbe az állapotba is kerülnek be. Ez tehát az egyik legfőbb különbség a két rendellenesség között. Nézzük a következőt. Mivel a tárgy állandóság tekintetében megvan ez a különbség, ezért a viselkedésük is különböző. A rejtett narcisztikusok például nem tapadnak a másikra, nem ragadcsok, nem ragadnak, nem zsarolják a másikat érzelmileg. A borderlineok -ok és a kodependens egyének, a dependens személyiség zavarral küzdők viszont igen. Ők tapadnak, ők ragadnak. Mindemellett pedig számos manipulatív technikát alkalmaznak, főleg az érzelmi zsarolás eszközével élnek, hogy elérjék azt, hogy a tárgy, a személy állandóan jelen legyen. Azaz így biztosítják be maguknak, hogy a párjuk mindig megszakítás nélkül mellettük legyen, és kivédjék így az elhagyatást és az elutasítást, ami azt a sok szorongást okozza. A következő különbség, a rejtett narcisztikusok önhatékonyak, azaz képesek arra, hogy a számukra kedvező végkimenetelt kicsikarják a környezetükből, méghozzá egy sor megküzdési stratégia segítségével. Agentikusak, meglehetősen autonómok és függetlenek, önhatékonyak, asszertívek. Van önérdek érvényesítési képességük, a borderlineok -ok viszont gyakran önpusztítók, önszabotálók, öngyűlölők, önutálók. A rejtett narcisztikusok ennek teljesen az ellentettjei. Ebben olyanok, mint a nyílt narcisztikusok hát szeretik magukat. Ez tehát szintén egy nagyon fontos különbség a Borderline és a rejtett narcisztikus között. A Borderline személyiség zavarral küzdők, az önmegsemmisítésre játszanak önpusztítás, önmegsemmisítés, persze tudat alatt. Össze akarnak olvadni a belső ürességgel. Kernberg, Otto Kernberg ürességként írta le a borderline-okat. Egy üres, skizoid váz van bennük, mondta. A borderline -ok keresik annak a lehetőségét, hogy hogyan távolíthassák el a külső rétegeket, hogy üressé válhassanak. A rejtett narcisztikusok viszont annak a módját keresik, hogy hogyan tehetnének szert még több rétegre. A borderline el akarja távolítani ezeket a rétegeket, a rejtett és a nyílt narcisztikus viszont még több réteget akar. Ezért hívják fel a figyelmet magukra, azaz szereznek narcisztikus forrást a környezetükből. Így tesznek szert egyre több és több rétegre, extra tűzfalakra. Ezek választják el őket a valóságtól. Furcsa mód a realitás-kontroll mindkét rendellenesség esetében eléggé kárt szenvedett, teljesen más okokból viszont. A borderline-ok -ok diszociatívak, a rejtett és nyílt narcisztikusok viszont azért távolodnak el a valóságtól, mert az nekik túlságosan fájdalmas. Tovább lépve a megkülönböztető diagnosztizálás következő elemére a borderline-ok -ok önkritikusok hajlamosak kritizálni magukat, mert ahogy mondtam, ők gyűlölik, utálják magukat. Negatívan látják magukat. Nagyon nyers belső kritikusuk, szadista szuperegójuk van. Ezt a kifejezést Freudtól és a többi pszichoanalitikustól vettük kölcsön. A borderline -ok tehát nagyon önkritikusak. Nagyon hasonlóan a neurotikusokhoz a borderline -ok is autoplasztikus védekezési mechanizmust alkalmaznak. Hajlamosak arra, hogy magukat blamálják. Megtapasztalják a szégyent és a bűntudatot. Van bennük empátia, pedig teljes értékű, tehát érzelmi empátiájuk is van, kifejlődött empátia, a gondolkodásuk pedig dihotom, más szóval a gondolkodásukra hasítás jellemző. Tudjátok, hogy mindent kétféleképpen látnak: valami vagy jó, vagy rossz, vagy fekete, vagy fehér. Vagy teljesen jó, vagy teljesen rossz, vagy teljesen pozitív, vagy abszolút negatív. Megismétlem, tehát a borderline nyers belső kritikusuk van, önkritikusok, állandóan blamálják magukat, sokszor önsorsrontók, önszabotálók, autoplasztikus védekezési mechanizmusokat alkalmaznak, és ez a kettős dihotóm gondolkodás, a fekete és fehér gondolkodás jellemzi őket azaz két táborra osztják a világot. A rejtett narcisztikusokban ezekből semmi nincs meg. Nincs hasítás, azaz dihotom gondolkodás. Nem önkritikusok, hanem éppen ellenkezőleg ők mindig másokat kritizálnak, magukat soha. De a másokat is folyamatosan, a másikat folyamatosan, a főnöküket, a feleségüket, a papot, a kormányt, a CIA-t mondja szembeknél, stb tele vannak paranoid képzelgésekkel. Alloplasztikus védekezés jellemzi ők, őket, tehát nem autoplasztikus, nem önmagukat hibáztatják, hanem alloplasztikus másokat hibáztató. Hajlamosak tehát másokat hibáztatni mindenért, ami balulsül el, minden versengésért, vereségért, minden hibáért, minden a forrás megszerzésért, tehát sikertelen próbálkozásért is, mindenért a másikat hibáztatják. Tehát alloplasztikus védekezés jellemzi őket. Másokat hibáztató. Említettem a paranoid képzelgéseket. Na, ez mind a kettejükre igaz. A borderline-okra és a ne rejtett narcisztikusokra is jellemző. Mindkét esetben át van itatva a grandiozitással. Van azonban egy nagy különbség, ha az etiológia felől közelítünk. A borderline paranoiája dizintegrációjának megtapasztalásából fakad. A borderline ugyanis szétesik, emiatt egyre paranoiásabb lesz, mert rájön, hogy veszélyben van. Ebben az értelemben a borderline paranoid képzelgései nincsenek is annyira elrugaszkodva a valóságtól. A rejtett narcisztikus képzelgései viszont nagyon hasonlítanak az összeesküvés Elméletre, konspirációra. Az egész világ ellenem van. Diszkriminálnak. Mindenki irígy rám. Mindenki engem üldöz, stb. Végül pedig ne felejtjük el azt sem, hogy a borderline -ok meglehetősen érzelmesek, érzékenyek és szabályozatlanok, ahogy azt már korábban is említettem, ilyen formán mesztelenek, mesztelen a lelkük. Lenyomják őket az érzelmeik. Belefulladnak az érzelmeikbe. A rejtett narcisztikusokra azonban csak a negatív affektivitás jellemző. Nincs hozzáférésük a pozitív érzelmekhez, ezt a kolterápiába tanítom, hogy miért, úgyhogy érdemes eljönni, csak tíz modul. Ebben is hasonlítanak a rejtettek a nyílt narcisztikusokra. Egyik típusú narcisztikusnak sincs ugyanis hozzáférése a pozitív érzelmeihez, például a szeretethez, az őszinte hálához, vagy a szerelemhez attól még ő ezt szerelemnek élheti meg, de ez nem az. Monopóliumuk van azonban a negatív érzelmekre, például a haragra, a düre, az irigységre, bosszúra. A rejtett narcisztikusokra, tehát a negatív affektivitása jellemző, míg a borderline az egész érzelmi skála, tehát a pozitív és negatív érzelmek egyaránt. A rejtett narcisztikusok kicsit tompák, pókerarcok, a borderline -ok viszont nagyon is kifejeznek mindent, túlságosan is, ezért könnyen össze lehet őket keverni a hisztrionikusokkal, azért, mert annyira nagyon néha drámaian kifejezik az érzelmeiket. Ezek voltak tehát a megkülönböztető kritériumok. Ha még nem vagy biztos benne, hallgass meg újra és újra, jegyzetelt ki ezt a nyitott akadémiának szánt felvételt, hogy tanulhass belőle, hiszen a megismerés, az ismeretek szerzése az első számú lépés a felismeréshez vagy a gyógyuláshoz. Tehát itt beszéltük végig a megkülönböztető kritériumokat, a megkülönböztető diagnózis elemeit a borderline személyiség zavar és a rejtett narcisztikus között. Ezek közül néhány könnyen megfigyelhető, mert jelen vannak, mert tünetek. Néhányukat azonban időbe telik felfedezni, leleplezni. Ezek az anamnézis fontos részei, ám végső sorom Egyetlen ülés alkalmával se hagyjuk ki azt, hogy végigmenjünk ezeken az elemeken, ugyanis ezek alapján eldönthetjük, hogy a velünk szemben ülő borderline, amely valahol a pszichopátia, a pszichózis és a neurózis határmesdjéjén található, vagy a grandiózus fantáziákra épülő védekezést alkalmazó rejtett narcisztikus-e. Ennyi fért a mai videóba, köszönöm, hogy meghallgattátok, várlak nagyon benneteket a képzéseimre, most még november hónapban, de talán még decemberben is lesznek akciók, az év elején pedig indulnak az új programjaim, a célkitűző tanfolyam, hogyha valaki már gyógyuló félben van, főleg ha már TK-kát is elvégezte, és már nem kódependens, vagy kifelé jön ezekből a helyzetekben, aztán az éves 365 napos elit coaching program velem, illetve a régebbi képzésekkel is folyamatosan várlak benneteket, érdeklődjetek, gyertek el, és ruházzatok be önmagatokba, mert megéri, én is meggyógyultam, én is kiléptem, én sem vagyok már kódependens, nem vagyok borderline, van kiút, gyertek el, és gyógyuljatok. Szerusztok!